mine. Szavasztok! Sziasztok, szavasztok, szép, jó és kellemes péntek estét kívánok mindenkinek. Eljöttem, hogy akármit is csinálok, a hangom jobb nem lesz, ilyen a hangom. Bocs. Azt is nem tudom, hogy mondtam, de engem kicsit mondjuk így zavart. Ez a dolog, hogy olyan a hangom, amilyen, próbáltam el alakítani, nem sikerült. Ez van. Így mondjuk, hogy így jobb lesz. Helyenként kicsit át fogok látszani, ez a pólom sajátossága. Bocsesz. Szóval igen, nagy nehezen sikerült végre elindítani ezt a nyomvat live-ot. Azt hittem sose fog már összejönni. Minden szaj, mindennel csak a baj van. Folyton, fajvás csak a baj van. Az előbb laptopra azt emailtünk, oda az asztalról nem húztált a beállításokat, pedig ugyanazt a szoftvert használom, és elvileg felhőbe ment, aztán a laptopra visszajöttem az asztalról, ide se szín, ott, na,
A laptopon megcsináltam újra az egész izét, OBS beállítást, layoutokat, mindent. Visszajöttem az asztalira, szétkult mindent. Na mindegy. De a lényeg, itt vagyok. Én is. Ti is. És a halak is. Igen, mert hogy a Ashen Fishing lesz, vagy van most terítéken. Ez több okból is jó. Az egyik az az, hogy ez ilyen tök jó kis csilles. Mint ez a kis zene. Vége valami YouTube-fai cucc. Vagyis hát úgy YouTube-fai, hogy nem fogom kapni itt a leveleket folyton, hogy szerzőjogvédelem, nyelvú isten, itt lecsapjuk a fejedet. Szóval ilyen elvileg többet nem lesz. Aztán persze majd meglátjuk. Na mindegy. Szóval, Ashen Fishing 4. A háttérben már lehet hallani, ahogy huhognak a baglyok. Csépelnek a madarak. Cuppognak a pontyok. Ott víz alatt. Úgyhogy bele is lendülünk. Pici tájokban vagyok. Hát ezek így kicsit megölhattak, úgy ez amit nálam. Igen, megölhatt a hal, de minimum már mindig el tudom passzolni. Hát most valakinek majd jó lesz. Kemény 15-ös üstöt kapok értük. Pedig ebben volt egy-két szép, és aztán ott volt egy-két és majd 2,5 kilós. Na de nem baj, fogunk másikat. Azt mondjuk nem tudom, hogy erről a kis pici nyomvadék kis szigetől, hogy a picsába tudok eltűnni. Szia Hápi. Picit mi? Ja, hogy picit megölhattak? Hát csak egy egészen pöppet. Ez a vaníliás kukacos kukoricás cucc. Úgyhogy erre teszünk most kukoricát. És elküldjük oda kapálni. Ott is jó. Mintha oda terveztem volna. Amúgy nem, mert bejött terveztem, de így is jó. Kell még ez. El is teszünk kukoricát. Pontyozni fogunk ma, ha minden jól megy. Ha a pontyok is azt akarják. Kicsit kereszbe dobtam, de hála az égnek annyira nem realisztikus a játék, hogy most 3,5 órát töltsük azzal, hogy szétszedem oda milokat. Azt hiszem, hogy egy görcsöt kapnánk többen is, én is, meg ti is. Így. Csonti! Ezzel viszont nem megyünk el annyira. A középtejt is megpróbálunk vele valami kis hússevőszerűséget összeszedni. És ugye kijött egy új patch. Kijött egy patch a játékhoz. A patch-el a következő dolgokat hozták be. Amellett, hogy többféle kaját lehet csinálni. Ezt a zenét elnyom, mert mindjárt tényleg elkezdek tikkelni. Szóval amellett, hogy többféle kaját is lehet most már csinálni, meg húzni a fishinget, meg egymás idegrendszerét. Vége, nem csak 3 slotunk van, ahová mindenféle vicces tárgyakat tudunk pakolni. Hanem 4. Ettől függetlenül ugyanúgy 3 horgászbotot tudunk horgászatra használni, de ugye bekerült egy úgynevezett egy etető bot, ami semmi másra igazából nem jó, mint hogy az etető anyagot célba juttassuk vele. Ennyi. De aki úgy külön nagyon nem akar áldozni egy ilyen értékes helyet, mint az a slot. Ja igen, és egyébként fent alá átkerültek. Most lehet, hogy... De jó, jól mutattam. Szóval fent alá átkerültek balra a slotok. Szóval 4 van, nem 3, de csak 3 bot. Vagyis mit tudunk tenni a negyedikbe? Ásjót. Talán. És tudunk ásni. Igen, mondjuk egy ásóval mi a faszt más csinálnánk, ha nem ásnánk. Úgyhogy neki lehet lendülni, most már gyorsan el lehet érni. Nem kell sokat pöcsörészni azzal, hogy az inventoryból kiszedjük.
Találtam egy kukacot. Ennyi. Ennyien vagyunk itt. Az a gáz. És hol van a... Na mindegy. Rendre eldobálja azt, hogy én itt ebbe, itt vagyok, meg tagga, meg ilyenek. Mi? You have joined. Hát igen. Sziasztok, srácok! Sziasztok, szavasztok! Kukac! Ilyen a giliszta! Ezt nem tudom, hogy mennyire van felvéve. Eléggé pedig. Valaki becsengetett. Melyiken van kapák? Jaj, de gördbül! Gyereki kis barátom. Hát te is. Te is, fiam, blótozz. Olyan kurva kemény vagyok, hogy egy kézzel fogom a botot és tekerem az orsót, a másikkal pedig most iszok egy kis kávét. Tessé egy eget rengető halmért, de jól megkipeljük. Kell a levesbe a csávó. Jó van, jössz ki te is mindjárt, nyugi. Most ezt beledobtam egy halnak a szájába, vagy beakadt a hang, vagy most mi van? Hú, ott kicsit megakadtak az objektumok. Jó, ugye kiveszem. Kip. Ajúgok egyet azon a botom, hogy abba hagyja. Helyezzed abba a hülyeségedet. Na, úgy. Valamelyikkel nagyobb holgot. Eljátettem nagyobb holgot, igen. Ezen egy nagyobb folyog van, nyilván a... Hát ez görbül. Én most akartam, hogy nagyobb folyogot tettem, mert nyilván a kisebb halak nagyon nem fognak talán bepróbálkozni rajta. Nem is tudom, hogy milyen féken van ez. 17. Hát jó. Na, majd mindjárt kiderül. Szóval most akarok elmenni venni még pár nagyobb ilyen folyogot. Bár nem olcsó, de most mindjárt kiderül, hogy behozza a hasznát. De mi vagy? Gyere ide! Gibble Carp. 230 gram. Hát... Fogtunk már nagyobbat, de kisebbet is. Úgyhogy ez... Igazából eddig nem jelent semmi extrát. Elsöpök addig, amíg még nincs életveszélyes kapás. És... Veszünk még... Itt mit ebből kéne...
It's medium, medium, large. Veszünk négyet, oda basszunk, elkújjuk a pénzt. Akkor lehet, hogy szépen átcselgetjük a bolygókat a botokon. Na jó, ezt a YouTube főzene szalt, ezt kinyomom a francba. Szevas Kuló! Csácsá, mi a helyzet? Dolgozol? Otthon vagy? Ezt is kiveszem. De ezt még előtte lenyom a picsába, mert... Hú... Ah. Hát ez most komolyan mondom, hogy nagyon sok mindennel felért. Most kezded a műszakot. Az fasza. Hát akkor kitartást elegem. Én amíg itt vagyok, megpróbálok neked segíteni, elviselni. Bája felé leszel ma. Bája, ne menjek kocsival. De ne nézz el, milyen bús komoly pofába. Kaptál enni, inni, tök jó életed van. Azt, hogy bent vagy a városban, az mit jelent? Mert azt múltkor elájultad, hogy nem vagy budapesti, tehát nem tudom, melyik városban vagy bent. Nagyjából sejtéseim vannak. Na nézzük. Ezen cserélünk egy holgot. Így. És kapsz kukoricát vissza. Rajtad is. Ja nem, ez van a vízben. Ezen cserélünk még egy holgot. Te is visszakapod a kukidat. Valószínűleg a sejtésem helytálló. Hú, irtózatosan sejtelmes vagy. Ott annak a kútnak a környékén vagy, amit egyszer meséltél, hogy ott állsz. Akkor tudod. Oda nem megyek kocsival most, az egészen biztos. Gangliszt? Olyan, sehogy. Konkrétan sehogy, bajomra nem lehetett összehozni. Ugyanis a játék nem képes kezelni két USB kontrollert. Csak úgy lehet vele így coachgémelni. Hogy az egyik ember billentyűzetten játszik, a másik meg egy ilyen kontrollálja. Ami tekintve, hogy ilyenkor mi laptopról toljuk, annyira nem egyszerű megvalósítani, hogy egyikünk a billentyűzeten legyen. Mármint, hogy nyilván van billentyűzete a laptopnak, és csak... Tehát úgy, hogy a laptop kijelzőjén megy a játék. Ja, annak a tetejére vigyeztem fel a kamerát, meg mit tudom én, mindenfelé USB kábelek hosszabbítva egyebek, hogy ugye a stream menjen, a kamera, a két kontroller, a hűtőpad, a mikrofon, mit tudom én, minden ilyen szar lóg az USB-n. És akkor még hogy emellett még ezt úgy csináljuk, hogy egyikünk a billentyűzeten játszik, tehát így nem. Úgyhogy kacsáztunk, nem volt el túl nagy érdeklődés most. Valószínűleg mindenki a pörgősebb játékokkal gerjed ilyenkor. Meg hát gondolom fiatalság az azóta hulla a részleg, ma este 10 van, tehát már túl vannak a második sörükön. Azóta fetengenek valahol, úgyhogy igazából úgy döntöttünk, hát hogy leülünk horgászni. És ma? Ma? Ápi? Egész nap horgászni. Na jó, nem, mert főzött is, de ugye itthon volt,
tegnap este beállítottuk neki a játékot, az alapokat megmutattam neki, ott talán más kettes vagy hármas szinte fel is fejlődött, és ma addig tolta, hogy hatos, azt hiszem hatos szinte felhúzta magát, és most szépen ott válja a laptopunk, és majd csücsen le, és játszik. És így bejött neki ez a horgászós téma. Tök durva. Illetve nem. Ez mi volt? Ez valami a Blue Hall volt? Szóval azért valahol vártam, mert ugye ez a vadászós történet is bejött neki, nem is kicsit. Mi ez? The Hunter Call of the Wild is bejött neki. Most az a horgászós is bejön. Mondjuk az apja nagy horgász, úgyhogy valószínűleg azért. Igen, nagyon, nagyon. Délelőtt leült és tolta. Bocs, én akkor a parti arc vagyok, itt közben kávézom. Most mondhatjuk, hogy skúló idejét kezdése. Máső kezdése. Hát az, amit itt összebénáztam már a negyedik, de igen. Ami nem belehagysz. Igen, azt láttam, hogy írtad, de hát most ez van, Istenem. Nem baj, fordítok így egy picit a mikrofonon, és akkor talán nem fog annyira bele alancolni. Jó, akkor... Hallani fogjátok, hogy Hápi mellettem köhög. Az mennyi? Jó, hát ezt mondjuk így hagyjuk. Nem. Én nevettem amúgy is, nem ő. Ő csak annyit írt, hogy hallottam, hogy már nőtől rosszabbat is, mint köhögni. Halak. Ez nem folyamatosan tekernem kell. Ami azt mondja, mint a köhögés, és hallani lehet? Nekem kettő, max. Három dolog jut a szembe. Ez azt most inkább nem. Ezen miért van? Ja, ha. Hát... Így nem. Az egyik. De ez eszembe se jutottam úgy. Csak most így büfizett egy picit, egy olyan kis lányosat. Jó, nem kis lányosat, tehát hogy zengett még a fal is. Ja, hogy ne ezt nem mondjam el, hanem hogy büfizett. Ez mi ez a hang? Lehet, hogy most kéne villantóznom. Mennyi van nálad? 1 óra? 34? 35? 36? Egy szerver van szívem, ugyanolyan idő van nálad is, mint nálam. És akkor miért akarsz villantózni? Meg közben itt hallom, hogy abból a csuka, vagy harcsa, vagy nem tudom mi volt, de valami abból volt. Hogy micsoda? Ja, hogy lehajapta valami a testét? Az kemény sztori mondjuk. Nem tudom mennyire hallatszott be, horgászott az apjával, valamit megakasztottak.
szedték kifelé, és csak a halnak a feje ért partot. Hát nem csal volt alapból az sem. Csuka az biztos. Hát azért a csuka is nagy öveg tud ám nőni. Oké, csak az mondta az izé, kérdeztük a csukát meg például a rohalmaz. A harcsát. Hát meg az a két fehér cápa, amit beengedett még 5 éve, de amúgy... Amúgy nincs nagy hal, nem veszélyes, csak ne nagyon úszkálj. Na. Azt mondja, hogy skúló jobbul lesz, itt szemtene kávézzel. Hogy érted? Áll is be. Tessék lemenni, fütyő. Menjél le. Akaratos kis macsek. Ja, hogy a jobbulást azt mondtam, nem csak akartam. De jó vagyok. Szóval köszöni. Nem tudom, hogy vannak itt sorba. Na mindegy. Nem leszünk így ám jó. Én? Mi? Kösz. Az igen? Szia! Csá! Csokoládés, csőtészta, csöcsekány, self five. Szóval találtál egy jó kis helyet az én? Igen, szóval ott volt valahol az én helyem is, ami annyi, hogy két oldalt ned. Igen. Bal kéz felé olyan 10 óra nagyjából egy kis izé, ilyen kis tavirózsás cucc, és előtt ott a vájost kifogod, mindent. Én ott szinteztem fel magam. Baszok, én is amúgy, mert javarészt ott. Úgy, a srácok már nagyon keményen szakmaiban tolják, cseten. Három euróba kerül az, hogy három napig premium legyek, akkor tudok neked küldeni. Problem solved. Bedobok egy sört. Egy kávét is iszok. Na, bocsina egy csalit. Az alja jó. Ezen mi van? Ezen most giliszta van, ezt bent hagyjuk. Ezen van kukorica. Ezen meg... Akkor ne várjunk, ez most hogy van. Jó, hogy ezen nincs azért. Nincs is táp. De jó. Sör és kávé. A pecásod nem sok... Mi? Nem sokája. Keres egy sűrű nádast. Hát itt nincs. Sajna, nádas, de igen. Valószínűleg... Sör és kávé.
Jó, utána küldök egy kis csípős kolbászt. Ez lesz az. Nem, én másik helyen vagyok. Szívem, ha anyuéknál szakad Balatonon, nem biztos. Mégis ugyanaz az idő pont van. Jó, már hajnalodik, hajnali 4 van szerintem. Hát itt nálam hajnali 4 van. Annyira nincs. Nálam nem, nálam meg kell fel a nap. Ja, nem, az a hold, várjál. De mint a kell, hát már ide kellnek a madarak. Gondolod? Basszus, az eszembe se jutott. Egy nyomvat szigeten vagyok, mert nem tudok elmenni, de nem tudom, hogy hol kell ezért csónakot bejelni. De mindegy is, és... És... És itt ugye hallgattam a rablást, hogy valahol jabol a hal, valahol jabol a hal, de nem láttam, hogy mozogna a víztükör. Most szólt a csikóló, hogy lehet, hogy a hátam mögött a kis sziget másik oldalán van a rablás. Tök igaz, eszembe se jutott. Szóval meg tudod gyújtani a tüzet, ha veszel tűzifát, és tudsz főzni. Ott azt mondom, megnézzük ott a szikla környékét. Jó, hát 6-os szinten már itt egy jó lecsót össze tudsz dobni, vagy nem tudom, mivel lehet, hogy jó. Most jutott helyes. Amely úgy néz ki, mint a saj. Nem egyébként. Jó, hát ez nem azonnal lesz jobb kedve. Anyád! De durva, hát ez itt kapott. Miért visszhangzik? Lezárom az olsót, és ott visszhangzik. Láttam én is villanni egyébként a kis mocskot, csak le se esett, hogy mi van, és nem akasztottam be neki. Jaj, most már itt. Lesben állok. Áldozat, te a válva. Ó, itt már tök világos van. Nálam nem, nálam süt a nap. Nálam szóval van, de hogy. Villantóval itt a játékban, még az égvilág. Ja, de egyszer fogtam egy sugárt, de az is valami tök véletlen volt szerintem. De hogy semmi komolyabbat még eddig. Legalábbis. Mi ez? Melyik gomb? Tedd az M3, ami hátraik van. Ha megnézem, mi van ezzel a két bottal itt.
Nagy a csend. Hát... Tehát is semmi. De várjunk viszont, akkor itt a ragadozó halak nyilván bujkálnak. Egyértelmű, hiszen a ragadozó. Lehet, hogy így kéne megpróbálni. Ide bejövök. Nem, akkor ide kijövök. De, és akkor mondjuk ott van. De, és akkor oda dobok. Kb. Ott hagytam azt a két botot. Bár nem, mint a túl sok minden lenne velük. Nem tudok olyan nagyot dobni, az a helyzet. Lehet az, hogy visszamegyünk oda a kis tója. És ott bedobom a két fenekest, és ott mellette viszont tudok villantózni, mert ott van egy csomó rejtek hely ezeknek a halaknak. Ja, vissza is megyünk. Jó, ez megvonzó, de ennyi. Ide kéne eljutni, de hát az majd level 20. Na, Old Berg Lake. Hát vagy ugye Moszkító, de ott most felhős az idő. Hát mondjuk itt is. 17 fok van, ha esni fog. 19, 16, 18, az mondjuk még jó is lehet. Na jó, visszamegyünk oda. Ott az amen tegnap is a szívás, ha visszaemlékszel. Na. Nézzük csak, nézzük csak. Itt most azt fogjuk csinálni, hogy itt szépen letelepedünk. Oda szembe bedobjuk a két botot a hínálásba. És itt a környéken. Jó, hát ha megérdezik.
Ó, hogy ez elfogyott az etetőanyag. Igen, azért gondoltam, hogy ide visszajövök. Ez probably kéne, de az meg nincs. Bible, Black, Kype. Kype-hoz mi kell? Ground Peace. Shifty. Swed. Azt mondja, ja nem, ők fishing planetoznak. Shifty-nek van meg. Nem hiszem. Nem tudom. Shifty itt vagy? Kajca. És... Kajamella eljönnek. Ő meg sem néztem, mi kell most a kávézóra. Ezt mondjuk ilyenkor igazán összeállokatná, ha már egyszer elmentettem, na mindegy. Menjen. Szóval most minden idegeskedsz, nyugi. A bolygászat az egy nyugodt sportág. Jó, hát szívem, mondom, nyugi, fog ez megint jól menni. Relax. Pillantó, most vajon melyik van bedobva az 1-es, 2-es, azt hiszem. Igen, ez az 1-es. Ez lesz a 2-es, aha. Akkor a villantót majd becsapom a HM-asra. És... felteszünk egy kisebbet. Ezt a HM is felesett. Üvöltő bizbasz. Nem tudom, nálam most nem üvöltözik semmi. Valami állat lesz, gondolom. Hú, ott micsoda bedölt fa van. Majdnem kidobtam a partra, basszus. Ennyi. Bedölt fa az mindig beválik. Kezdem unni a sugárját, amit fogtam belőle, mint a szaj. Nem jó semmi. Mindjárt nem mondom. Perch. Perch. Nem tudom most itt szóval.
nem igazán tudok normálisat dobni ezzel a bottal. Jimbo, szavasz, mi a neve annak a golyónak, amit be lehet craftolni, és az van neked a boton etető. Hát ezzel nekem most a ground bait van. De egyébként... nem tudom, mire gondolsz. Nekem most a ground bait van rajta. Mert ez az alap ground bait. De ground bait igazán volt. Ez ilyen etető golyó, vagy nem is tudom, ilyennek a megfelelő fordítása. Nagyon szívesen. Bármikor. Jó, a téged mindjárt kiveszünk. Jó lenne venni valami Wobblert ehhez. Igazából nagyobb eséllyel futnánk neki ennek az egész Pablo halazós történetnek. Egy Wobblerrel, mint egy ilyen sima villantóval. De megindult a túlsó bot. Ajaj. Ajajajaj. Nem is a túlsó. Hát nagyobb volt a füstje, mint a lángja. Mi a manó? Csak nem egy angolna. Nem. Már azt hittem. Egy szajos kis keszeg. Dobtam.
Az úszós mindig jó. Az a dugva, hogyha most 3 euróért így van előkerült a Eurospitzból. Féder, meg tehát ilyen fenekező Féderbot mellé, ez baromi jó időtöltés. Mondjuk az a 80 centi, ez jó lesz. Szóval. Van ez a prémium tagság. És ott az előbb azt mondja, hogy leszólt, hogy nem költünk-e. Nem, hát... Mondta, hogy nem költünk-e. Akkor mit mondtál? Akkor jó. Hát valamivel több XP-t ad minden egyes kifogott halnál. A különböző képességek valamivel gyorsabban fejlődnek. Meg... Na jó, most mind a két bot eléggé. Jó, igen. De... Még ez szakad be. Ezek a, mit tudom én, ilyen tápanyagkeverő készségek, meg a főzés, meg ezek gyorsabban fejleszthetőek, meg tudsz ajándékozni dolgokat. Tehát nem, tudom, nem használt botokat, hanem tudod adni valakinek például. Ezt jelenti a prémium tagság, hogy üzenetbe el tudom, mit tudom én küldeni a nem használt botokat, mondjuk HP-nak. Úszókat, damilt, felszerelést, ilyesmit. Oda tudok neki adni. Ennyi, szóval ezt jelenti a prémium tagság. Ja, hát igen, hát így, mit tudom én nekem, tehát hogyha most kiváltom a prémiumot, nekem túl nagy előnnyel nem jár egyébként. Az, hogyha én most kiváltom a prémiumot, az HP-nak járna előnnyel, mert ugye el tudom neki küldözgetni azokat a botokat, amiket nem használok. Tehát mit tudok neki küldeni, spitzbotot, orsót, egy fenekező féderbotot, damilt villantót, egy csomó cuccot.
De ettől függetlenül van 50 éves a rémi utagság. Mit hajtott a boton? Jé! Ez mindjárt megindítja a fékkel. Soha nem fogtam még ilyen halakat ott. Na igen, ott meg akartam mutatni. 50 éves. Ez kész. Na mindegy, majd valamikor ezért egy 3 naposat kiváltok, és akkor küldözgetek át HP-nak cuccokat, legalább egy fenekező botot. Míg olyan egy 50 évig lesz még játék. Hát gondolom semmi, ez inkább ilyen support jellegű dolog. Gondolom annak már valószínűleg vannak egyéb bonzottai, vagy hogy mondjam, előnyei egy ilyen 50 éves prémium tagságnak. Míg olyan te ugye, még a játékos 50 év múlva. Hát nyilván persze. Az 50 év az hosszú idő, pláne a számítástechnika világában. Köszi. Még nem teljesen sikerült beazonosítani, hogy mi is ez. Ez a Gaskype. Ja, hogy... Aha, jó, amúgy. Igazán lefordíthatnák magyar nyelvre ezt a játékot, bár sok alatt meg akkor se ismernénk fel.
Látom, teljesen sok mindenre gondoltam, de amúgy nem. Hát én se. Amúgy. Mondjuk már fogtam egyet-kettőt való életben is, de azok nagyon kis aprócskák voltak, úgyhogy. Szavaz, Ákos, mi azt hogy nem kaptál értesítést? Komolyan? De dúlva. Valamit vacak volt most az OBS, de a Twitchnek akkor is szólnia kellett volna. Valami volt, hogy a Streamlabs OBS nem tudta frissíteni a játék címet, ezt a Twitchnek az oldalán kellett. Lehet, hogy az volt a probléma. Nem tudom, mi van most, elég sokat vacak volt ma az OBS is. Tudod használni? Küldtem kukit is, pontyozni bajom jó. Én vagyok a vaksi, de nem láttam, hogy ez most hova csapódott be. De tudsz eltenni a sajátjaidból? Vagy küldjek kisebbet? Jó. A pirosat tudod használni? Az pont tökéletes, az teljesen jó. Ja igen, mert nekem a boton nagyobb folyó volt. De azt ma tettem fel, előtt én is a pirosat használtam.
Jaj, ugye a majákos, de hogy lesz benned ajaka? Mizét. Ki? Inventory. Az 1, 2, 3, 4 -e? Nyomva tartod az U betűt. Hogy csak bejön és behúzod, ahova akarod. Ó, elé nyúltam. Szóval nem lesz ez benned olyan, ez most csak egy... egyetlen egy kis pofonocska. A millió meg egyből. Hát a vonatos történet. Azt csinálni tudsz, de mindjárt küldök. Brutális kapás van az úszósomban. Szerintem egy naphal nyalogatja a kukacon végét. Aha, na, hát ennyi volt, elvittem aztán. Ja, csinálok neked valami jó kis ezért, jó kis pontyozót. Jó, csak küldtem. Van itt izé, az a boy, amit én is szeretek. Mi az? Az a téli cucc. Milyen boy? Na mindegy, az, küldtem olyat. Folyalból, azaz. Hát, kis pofonocska, most elment egy napod. Hát, amennyiben mi mindig a mávon projekt, és ezt... ez sehol nincs. Egy igazi pofonhoz képest. Majd még fogsz kapni az életben. Most ez így az élet. Ó, szóval a jegységű. Meg az is jó fasz. Amikor már azt hiszed, hogy kezdesz egyenesbe jönni. És jön még egy számla, meg még egy. Tökörülsz, hogy vége megvetted életed pályával az első közös lakásotokat, aztán szól a nap, hogy akkor csenges lelőtt szíves 800 ezer forintot. Amelyek megnézem, mi a manó történik HP-ba, mindjárt jövök, jó? Csak elnézek, valami nem megy nála. Pillanat.
Hú, most nem tudom mi van, mert nem hallom. Leakadt. Bassza meg. Kugra élet, pedig ez nagy lett volna. A picsába. Fú, ezzel most dühös vagyok, basszus. Ez nem tudom mi lehetett. Gondolom iszonyatosan tekerte a féket. Amennyire láttam. De ez nem az el. Talad Jumbo! Üdv ismét! Hogy tudod berakni a Grand Bait a botra? Hát... Jumbo! Vagy Jumbo először is. Szia! Üdv itt köztünk. Talad Jumbo! Ja, igen. Szóval üdv itt köztünk. Hát azt nem tudod akármelyik botra feltenni, ha megnyitod a skills-t, botom, nem, várján, hol van? Nem, a botnak a tulajdonságait nyitod meg, itt tudsz change-elni a riget, és ott a pattern osztály botot kell kiválasztanod, csak arra tudsz feltenni baitet, mármint ground baitet. Ha azt kiválasztod, venned kell etetőkosarat, felteszed a botra, és akkor az etetőkosárba tudsz tenni etetőanyagot. Ahhoz viszont a... Itt a skills bottom fishing vonalnak azt a 25%-át, hogy hogy ki kell pakolnod, úgyhogy az majd csak egy bizonyos szint fölött fog menni. Ennyi. Egyébként nem hiszem, hogy bárki is megsértődne, hogyha beköszönsz, amikor megérkezel valóban, de ezt tényleg csak akar mondom, és nem akarok beciskedni, csak mint egy ilyen figyelmeztető, vagy jó szándékú javaslat. Nagyon szívesen. Kérdezz bátran segít. Na jó. Tartunk egy 5 perc szünetet, aztán jövök vissza, remélem addig nem akad el megint egy ilyen ámbás cet a folyóga, mert akkor nagyon morcos leszek. Nem túl hangos a játék amúgy, srácok? Azt majd írjátok már meg, mert én itt azt látom, hogy kb. Olyan hangos, mint a hangom, és akkor nem biztos, hogy értem jelentesen, amit mondok. Akkor halkabban leszem a játékot. Na, 5 perc aztán. Menjél, tegyél egy köt. Őriz, svédj, vagy mi. Igen, őriz és védj. Aztán jövünk majd mi is vissza, tegyetek ti is így, mindjárt jövünk. Thank you.
Itt vagyok már, szavaztok. Szavaztok, sziasztok. Úristen, micsoda kapásom van. Úristen, nem látok lófasz se. Ú, ez a bot az eléggé hajlik. Hát ezen van valami kis fügyfaszka, vagy már lefájasztotta magát. Na, ide gyere, ne menj oda, kicsi oda. Most ezt dobjuk oda. Úgy. Jó, ezt is kivesszük. Ezen is van valami. Hú, ezen már lehet, hogy valami nagyobb bacska van, mert a 16-os féket azt egy pillanatra megfogta. Gyere csak ide, gyere csak ide apához. Hát itt sima keszeg. Túl sok minden nem jó, de a kávézónak hátra kell. Na! Ápinak küldünk még. Küldünk még Holgot. Küldünk neki még egyet. Meg... Ó, basszus. Elé kattintottam. Na, még egy szaj. Na, azzal el lesz a legdajabb XV. Küldtem 40 ilyen izét. Ilyen magot, meg két holgot. A holygot azt tett fel az azért. Spitzbotra mindenképp. Ugye megyek egy pillanat. Megvan? Nem szerintem a holgot csak akkor tudod feltenni, ha a táskádban van a bot. Ja. Holgot, és akkor levette a csalit. De ezért mit tettél vissza? Jó. Aha, igen. De jó, szóval szóljatok, hogyha túl hangos a játék, mert akkor...
Akkor halkan beveszem. Valószínűleg bekönnyezett egy picit. Napközben a legkisebbik ma csak akkor átaludt, hogy utána alig bírta kinyitni a szemét. Beszállgatt, hogy ki se tudta nyitni, igen. Jó, értem. Jó, de annyira nem bántják egymást, úgy. Akkor meg pláne nem, igen. Megint fogtam egy amúlt. Nem, ezt köszönjük. Elindult a fékem. Ja, a szívű fenekező féderbottal majd meg a fék használatot átvesz. Kelleni fog. Hát ugye a scroll-al állítod a féket, és ha valami nagyon megindul, akkor jobb egeret nyomva tartod, így akkor meghúzza a botot, de közben nem tekered. Fú, nálam most valami nagyon elcsökteti az alsót. Milyen csalikat használsz most? A kukoricát azt ne nagyon bente dobd, hanem inkább part közelbe, ilyen növényhez. Ott kapnak jobban. Ott vagy, ahova én akartalak vinni? Jó, mert part közelben azért van ilyen hinályosabb rész, tehát hogyha itt egy balra vagy jobbra egy picit elfordulsz, és csak ilyen 35-40-es erősséggel dobod be, 120-as súlyod van, úgyhogy ez teljesen elég lesz. Ó, basszus, te vajon milyen manó vagy. Na, megadta magát? Nem, még nem. Még küzdök is, mondjuk. Na most talán megadta magát. Fordult egyet a vízben, ahogy látom. Húzott egyet a boton. De úgy néz ki, hogy... Úgy néz ki, hogy kifáradt a szentem. Oh, hello! Másfél kiló. Azt hittem nagyobb lesz. Ha fele van dobva, akkor ezt mit a dobom. Ja, mindjárt adok neki még egy kaját. Valószínűleg csak annyi a baj a kőpetát.
Hogy? Hát leszokhatna róla, igen, de... Tudod, hogy ő ilyen kis haspók. Ne csináld le, utánozza. Mit fogtál? Ek. De nincs. Tompó. Hoppa, hoppa. Közben majdnem elvitték a botot is a kezembe. A kis picbotot. Mekkora? Holnap, ha itt lesz apud, nem vagy leülj holgászni, mert fogsz egyet, ő meg rögtön fejbe kórintja, aztán fizethet. De irányba állt az úszó. Jó, már. Álljál fel. Jön már fel. Nem, de beszéltem ma vele, mondtam neki, hogy elviszem nekik. Mondta, hogy nem kell, mert a Dotti is úgy szedi, hogy ilyen 4 naponta egyet, hogy jobb meg abból a 30-as buli is van. Mondom, az fasza, mondom, te legalább beszedet. Persze. Így van, így van. Ja, bityök, mi kéne? Mondjuk. Oké, de majd most már ezért a pontokat a bottom fishing-gel pakold a felekezővel. Szerintem, ha nem akarsz sokat úszózni. Az úszósan szerintem most már van pont elég. Nem gond, mert egyszer le tudod ezzel telni ingyen. Úgyhogy eldobja az összes pontot, és újra ki tudod osztani őket. De ezt csak egyszer tudod megtenni ingyen. Le akartam nyitni ezt a szavat? Ah, igen. Akkor kicsit fosok néha, mert beakad a mancsa, elcsapja. Eltolja a lábát, kis hű. Na, állam feltámadt a szél. Nálad milyen idő van? Aha. No, North East az északkelet. Fütyő, mindjárt megyek, nyugi. Jaj, de keselvesen éhezik személy, Istenem. Gyere, Fütyi, na, most úgy álltam minden. Elvitte az úszómat, beakasztottam és sehol sem. Mindjárt jövök, srácok. Akasztottam, de nem is vettem.
jön nekik Mao, Mao. Igen. Na, mondjad, Mao, Mao. Nem? Na csak nekünk nyugod. Ilyen kinkes elvesen, hogy Mao. Mao. Na, cicám, vidd innen a farkad. Én se teszem az enyémet az arcodba. Ez nagyon négy gram combra. Igen, amúgy kicsit telhetne, hogy tudom én, lassabban a nappal és gyorsabban az éjszaka. Vagy az egész úgy, ahogy van cappak, telhetne lassabban, és akkor maximum este nem játszik az ember, nem tudom, de akkor ki tudná jelezni a nappali időszakot. De hát most ez van, egyébként adtam neki plusz egy felelhetőség. És ez alatt viszont támadta a lábamat így játékosan, úgyhogy valószínűleg. Igen, valószínűleg az a baj, hogy egy-egy kis unatkozás most. Csöpi. Kis csöpi. Próbálunk más csalival. Ez mi a tököm? Ja, nem ismertem fel. Hát ezt bevettem ki. Elég amorf kinézete volt. Tudtam neked az egy csompit. Tegye a csontot a fenek közül. Ó, nem állj! Most beállítottad egy kapásodra. Sikeresen beakasztottam az egyik fenekezőmet. De sikerült ki szednem. Ez most akasztal, úgyhogy nem kapkodok vele.
szegény hal. Lehet ott a fene közül is ízi. Lacsant kettőt a víz felszínen. Száz kilenc gondos pályán. Legyen meg, hát a reggeli fogácsán nehezebb, mint az hal. Felfogod is fel neki. Igen, az össze is csak úgy ülne. Jaja, egészséged. Tudtam egyet én is. Hogy micsoda? Ajaj, ajaj. Tedd el backspace-szel a hátizsákba. Menjek, segítsek? Nem baj, akarsz be neki, ott van az a holgom, hidd el. Nem kell. Jobb klikket tartsd nyomva, amikor már kint van teljesen. Ő kiemeli a vízbe. Jobb klikket tartsd nyomva. Jó, értetted. Jobb egér gombot. Mit fogsz? Ez a common, a jó cs. Azzal lesz szállni, köszön. Ez a sima keszeg, egyszerű keszeg. Basszus, hogy mi az? Ki? Milyen kaj? Tudod, valamilyen kaj ez? Milyen színű, ilyen ezüst vagy arany? Ez ezüst kaj ez, ha? Vagy valamilyen porszerű. De szerintem az inkább kaj ez. Szózok. Melyik fenekesen? De. Azon legyen feszes, mert ugye kapási jelző nem volt. Yeah.
határozottan. Jó. Hát, jó, annyira nem biztos. Akasztásnál erősebbnek tűnt, mint amilyen. Jó, na, ott az mondjuk az el. Hogy? Hűha, valaki szintet lépett. A bottom fishing. Ú, szia, mindjárt megyek, segítek, csak viszik a fékemet. Na, közben ezzel is akadt valami dúfasz. 53 gram, anyád. Lehet amúgy csak ennyi baja van. Jaj, ide te! Szemétláda! Másfél kilós faszak. Feljött a felszíne, meg vagy töki! Kettő egész egy tizet kiló. Nem is olyan rossz. Nagyon kihozzék a botomat valami kis izé. Hozzé. Gyere te is kifelé. Jó, fél 12. Igen, meg de át akar jönni pedig. Igen, így illeg alatta. Ú, ezzel óvatosan szőj. Hogy állunk halottkal? Hajvinc, nyolc.
Hogy micsoda, mi esne, jó? Nem csak. Tehát, hogy nem vagyok, nem vagyok. Ja. Ja, igen. De hogy nem, nem mondja neked. Lehet ő. Ő ilyen, ő így szájt. Ő így szokott szájtni. Van egy ilyen egészen érdekes lájva, csali. Olyan, mint a csonti, csak nagyobb. Igen. Mindig van egy ilyen lába. Soha most egész jól mennek. Igen. Kell egy nagyobb kanapét venni? Kell egy nagyobb lakást venni? Mit szólsz hozzá? Belevágjunk. Beakasztunk még egy lakáshitelt 20 éve. Hát ja, mi mereség meg van-e. Ezt is ki pocaktól kérdezted? Tőlem. Mi volt a kérdés? Melyiket egy... Ja! Ja, de, megyek, bocs, kiment a fejemből, igen, hogy... Nálad volt egy szintlépés. Bocsánat. Még egyszer. Gyorsan megmondjuk HP-nak, hogy hova pakoljon a skill pontokat, aztán jövök. Nem el szaladni! Ja, botot.
Aha, igen, most írta is, hogy megy egy kört. És hát még az előbb. Most bent van a városban. Nem, de mivel ő nem mondta meg, csak annyit mondott, hogy jól sejtem, ezért gondolom, hogy nem publikus, úgyhogy majd elmondom, hogy melyik városban. De mászott. Igen, lehet, hogy én is, mert holnap mozgalmas nap lesz. Jó, hát az itt valami messze az akkor. Tárnok, igen. De most nekem is tök szépen elfektette az úszót. Beakasztok és sehol sem. Jó, hát ez ugye változó, hogy mikor mennyi jön össze. Most a fixen semmi az milyen jó. Tudom, mit akartam még neked küldeni. Igen. Még addig, amíg tudok. Mondjuk még 3 napig él a cucli. Kávé. Nem. Ezért küldtem folyadbot. Vagy lehet, hogy cicaszorra került az optika alá az egérnél, és szépen lassan így pecikteti odébb. És úszik. Ja, igen. Milyen holga ez? Ja, a mesébe? Tényleg abban jártuk idézni.
Compó, 406 gram. Hát ott meg te is nagyobbat fogtál, spicbotta. Ja, a kávét majd meg kell főzni. Ahhoz, hogy majd kell tábortűz. Igen, ahhoz meg... Na jó, azt a kettőt még odaadom, aztán majd... Hát ebből kapsz egyet, így még majd nekem is. Mi az? Ja? Most küldtem neked ezért... gyújtóst, fát, meg gyufát. És majd ahol van ilyen tábor, tűzod ezekkel, akkor tüzet tudsz rakni, és ott tudsz főzni folyalt bolt, teát, kávét, kajákat, csak azokhoz majd alapanyagot kell venni a boltba. Hát először is mind a két fédel botomon kapás van, a másik meg, hogy Scamra is jön most valami nagy frissítés. Aj, a túlélős játéka. Ilyen klánokat kell benne csinálni, és akkor területet birtokolni. Ez király lesz, azt mondom. Én mondom a DJ-eknek. Jézusom, milyen sodást csináltad a... Oldberg Lake. Ez a 12-es szinten megnyíló tó. Na, hát itt ezzel most nagyon nem akarnak kapni. Teszünk fel valami más csalit. Teszünk fel egy gombóc alattul. Csald ide halakat, de most. Hát te hülye vagy. Hát téged nem is oda dobtalak, baszod. Gondoltam. Direkt szétdobtam úgy a botokat, hogy az egyiket bal, a másikat jobbra. Hogy balra dobtam el, mint a jobbra. Szajos 800 grammos. Ó. Hát ezen ami volt, elfogyott. Elkezdi szopogatni a végét, és amikor beakasztasz neki, akkor ugye simán kicsúszik a szájába. Igen, mert ugye a KS az alapvetően ugye azt csinálja, hogy megy a vízfenéken, és túlja az iszapot, és úgy keresi magának a kaját. És ugye pont ugyanezt csinálja a holyognál is, hogy először az orrával megtologatja, és utána kapja be.
Hűha! Göthös kis család forgászik. Már jövök a hal után. Na jó, hát az a hal az nem kímélő az alsómat. Ja, ez... Nézze le, és kezdje folyogni. Fú, basszus, elviszi az összes dominómat az a kis köcsög. Mi kell most nekik? Keszekkel, meg kell ez. Kőcsön, kőcsön, vagy kőcsön, kájt valami ilyesmi. Meg komoly úcs. Menj. Majd kilóig. Kilóig. Gammot.
6,89-et csak. Hát az egy szar biznisz volt így. Legyek benézek én is oda a kávézóba. Nyilván persze. Nekem még nagyjából olyan 2100 XP kéne ahhoz, hogy szintet lépjek az állásra. Hol van itt a kávézó? Az a grocery, hardware store, workshop. Lehet, hogy ott nincs is kávézó. Tavaly. De itt. Hol szól az elem? Jöttem a kávézó, és kihallatszik az elem. Ez biztos, hogy nincs. Hát, jó, ebből van 4. Viheted. Ezt is tudok neked, de nem öröd kell. Hát, durbincsom az nincs. Ebből 6, hát annyi biztos, hogy nincs. Common Carp-ból nem nincs. Common Carp-ból, hát akkor ez annyi volt. Sokban, hogy most már csak javítani lehet. Jól állok. Nem kell, nem. Pearl Bailey, ezt honnan picsából lehet szállni? Itt lehetne. Skill making down by 15%. Aha. Jó, hát ez attól, hogy kurva messze vagyok. Ez milyen jó. Próbáljuk. Ja, hogy itt van a felbőli. Szöcsi. Veszek szöcskét. Nem olcsó, de... belőle is kell. Két olyannyira tudsz venni béket. De az ilyen csali béket, hát gondolom kisebb, mint ami az éve kell. Thank you.
Na jó van. Hát aztán ez most így már elég is. Bekérdeztem egyébként, hogy... Igen. Azt mondták, hogy úszóval. Aztán jött a válasz, hogy köszönjük emese. De aztán így elhalt a dolog, úgyhogy majd lehet, hogy majd legközelebb még bekérdezek, amikor játszunk, vagy játszok. Hát ez majd látjuk. Na. Jó volt az így levezetésnek. Egy ilyen hét után. Valamit. Azt írja a Top Joy, most eljössz. Hát ha azt írja a Top Joy, akkor... Akkor ez itt most úgy is lesz. Na! Itt a fejem fölött látható névvel megtaláljátok a YouTube csatornámat is, ahová meg a Facebook oldalt is, amit ott lent láttatok az előbb, meg a Facebook oldalt, YouTube, Twitter, Instagram, bárhol beírjátok azt, hogy Lajos Király TV, akkor az én csatornámat fogjátok megtalálni. YouTube-ra egyébként folyamatosan töltögetem fel az összes streamet, mint egy archív. Ott megtaláltok mindent, iratkozzatok fel, ott is ne felejtsétek el bebökni a kis kolompot, hogy értesítés küldjön nektek a YouTube, ha videó kerül fel, vagy bármilyen fontos információ, lájkoljátok a Facebook oldalt, ott is rengeteg érdekességet próbálok veletek megosztani, minél több mindent, illetve van egy Discord szerverem is, van egy Discord szerverem is, ahová szintén fel tudtok csatlakozni, ott tudtok beszélgetni a többi nézővel, fotókat szoktunk megosztani, meg tapasztalatokat, hangos chat, ha nézői játék van, és a többi, és a többi. Úgyhogy hát érdemes. Facebook, Discord, YouTube mindenképp. Illetve benne a fejem fölött az események fülön ott látjátok, hogy milyen tervezett események vannak, melyik nap, mikor, mivel fogok játszani, vagy milyen livestream lesz. Ott tudtok értesítést kérni, szintén vagy emlékeztetőt ezekre, úgyhogy nézzetek szét, ahol hasznos tartalmat találtok, ott dobjatok egy lájkot, vagy egy feliratkozást. Én minden esetre megelőlegezem, és előre is kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Én mondjuk holnap kurva korán kelek, azaz basszus, az már ma lesz, mindegy, szóval ma kurva korán kelek. Aztán szétcsapjuk itt a házat, illetve a lakást apósommal. Aztán kis feleségem meg anyósommal rendett ez. Délután megyünk Tánokra. Igen, mindenki köhög, mindenki beteg, mindenki göthös. Délután megyünk Tánokra, aztán lehet, hogy este még horgászunk egyet hápiba. De ez korán sem biztos. Majd meglátjuk. Jó? Na jó, további kellemes hétvégét mindenkinek. Szavaztok!